Zsolti, igen? Te most szót ismételsz. Melyikkel? Bátor, demokrata. Ja, hogy ez a kettő ugyanazt jelenti ma? Gondold el, hogy 163 évvel ezelőtt, nem messze innen, a március ifjak itt ültek, és azon tanakodtak, hogy mi legyen a 12 pontba, mi legyen a 12 pont, mi legyen a magyar nemzet követelése, hogy is szól a 12 pont. Azt gondolom, hogy ennek 12 pontnak pontjai, vagy majd mindegyik aktuálisabb ma, mint valaha. Az első pont, kívánjuk a sajtó szabadságát. A cenzúra eltörlését. Így van. De csak még egyet, ami megint nagyon fontos, azt gondolom 163 év elteltével is. Felelős minisztériumot Budapesten. De a régmúltba való révedés után térjünk át a mai eseményeinkre, nézzük meg, mi az, ami most következik, mi az, amivel ünnepeljük, köszöntjük mi is március 15-ig.